A Szent Mise életünk középpontja címmel indult imaalkalom sorozat Egerben. A minden hónap első csütörtökén jelentkező esemény célja az Eucharisztia titkának megismertetése. Az első alkalmat január 3-án tartották az egri nagyboldogasszony templomban. Ternyák Csaba egri érsek a Szent Mise kezdetén azt mondta, a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszus egyfajta forrást hozott a magyar egyházba. Mint emlékeztetett, Eger is bekapcsolódott a felkészülésbe, utalva a nemrég zárult a Szentségimádás iskolája című programsorozatra. A főpásztor rávilágított továbbá, ezeknek az alkalmaknak az a célja, hogy minél bensőségesebb kapcsolatot tudjunk kialakítani az eukarisztikus Krisztussal. Hisszük, hogy az eukarisztikus Krisztus nem csak itt az oltáron, nem csak a Szent Mise ideje alatt, nem csak addig, amíg magunkhoz vesszük, van jelen közöttünk, hanem itt van közöttünk, itt van velünk a templomainkban, a tabernákulumokban. Amikor elmegyünk egy templom előtt, a régiek megemelték a kalapjukat, köszöntötték a templomban lakó Krisztust. De be is jöhetünk egy rövid szentségimádásra, azért, hogy köszöntsük őt, mert tudjuk, hogy jelen van körünkben. Eukarisztia nélkül, vasárnap nélkül nem tudunk élni. Számunkra a vasárnap életünk középpontja, mert az eukarisztiát ünnepélyesen a közösségeinkben ünnepeljük. A Szent Mise életünk középpontja sorozat első tanítását Mennyhárt József plébános mondta a homília részeként. Mint fogalmazott, a kenyér a testi-lelki kivirágzásunk eszköze, az áldozatos munka gyümölcse, amely az életerő gyarapodását szolgálja. A plébános azt is elmondta, az Ószövetségben a kenyér, a bor és a víz csupán testi erőforrás, de Isten tervében a léleképítés égi eszköze. A Szent Mise után szentségimádást is tartottak. A következő hasonló ima alkalom február 7-én lesz 18 órai kezdettel az egri Szent Bernát templomban.